családbarát szülészeti irányelvek megjelenése az oktatásban és az oktatóvédőnő szerepe a hallgatói pályaorientációban. Mások mellett ilyen témákban hallhattak előadásokat a Debreceni Egyetem védő és szülésznői képzésében résztvevő partnerek, azon a félévnyitó szakmai tanácskozáson, amelyet csütörtökön rendeztek a nyíregyházi egészségügyi karon. A hallgatókat szakmai tudásukkal támogató szakembereket évről évre azokkal a változásokkal is megismertetik a felsőoktatási intézmény munkatársai, amelyek várhatóak a felsőoktatásban elsősorban a gyakorlati képzés oldaláról. A plenáris szakasznak az a célja, hogy a partnereink jobban megismerjék a képzési portfóliunkat, az intézményünket, azt, hogy mivel foglalkozunk, akár általánosságban, illetve a mi tanszékünk oktatási, kutatási és gyakorlati portfólióját is bemutatva. A délutánnak pedig az a specifikus célja, hogy két workshopban tudjunk konzultálni a szülésznő képzés és a védőnő képzés gyakorlatait illetően, annak érdekében, hogy a hallgatóink gyakorlata az leginkább azt a célt tudja szolgálni, hogy ők a munkaerőpiacon nagy biztonsággal tudjanak elhelyezkedni. A partnereknek olyan módszertani útmutatást is szeretnének adni, amivel segíthetik a munkájukat. Az egyetem célja emellett, hogy szélesítsék azoknak a körét, akikkel konzultálni tudnak a képzéseik színvonalának növeléséről. Az együttműködésekből pedig a hallgatók és a partnerek mellett az intézmény is profitál. Nem tudunk meglenni a gyakorlatok nélkül. Azok az egészségügyi képzések, amelyek ezen a karon folynak, nem léteznek a szakma művelői nélkül. Kénytelenek vagyunk őket is megismertetni olyan ismeretekkel, amelyek a mi életünkben változások, és mi is kell, hogy tudjuk, hogy az ő életükben milyen változások történtek. Mint a DK hozzátette, az előző évek tapasztalatai alapján, ezek a találkozók tudnak javulást eredményezni a képzések színvonalában.